Süli Attila szervízvezető egy békéscsabai autószerelő műhelyben. Jobban keres a szakmunkásoknak járó garantált bérminimumnál. Hasonló összeget visz haza, mint az élettársa. De azt mondja, ketten együtt sem tudnak spórolni. Folyamatosan emelkedett a fizetésem, viszont ennek ellenére nem feltétlenül érzem azt, hogy még ez is anyagi biztonságot jelent, mert hogy közben meg drágul minden. Kökény Tamás programozást oktat Budapesten, ő nem panaszkodik. Informatikai cégek kezdeményezték a képzést, mert máshogy nem találtak maguknak szakképzett munkaerőt. Azt mondja, ebben a hiány szakmában, aki 6 éve havi bruttó 700 ezer forintot keresett, most akár 1 millió 200 ezeret. Mint hogyha egy ilyen pozitív buborékban élnénk Magyarországon belül, és sok helyzetben azokat a problémákat nem feltétlenül látják azok az emberek, akik az IT-ban dolgoznak, ami általában a realitás a többi munkaerő helyzetben. A GKI friss reprezentatív kutatása szerint a magyarok 17,6%-a számol úgy, hogy az elmúlt 6 évben javultak az anyagi körülményei. 7,2% úgy éli meg, hogy romlottak. Jellemzően a munkanélküliek és a kizárólag családtámogatásokon tengődők a gazdaságkutató szerint. A döntő többség, 75% nem érzékel változást a pénzügyi helyzetében. A lakosság háromnegyede úgy érzi, hogy nem változott a pénzügyi helyzete 2014 óta, pedig hát azóta igen jelentős béremelkedés ment végbe. A KSH 48%-os reálbéremelkedést mért 2014 és 2019 között. Igaz, a reáljövedelem, amelynek számításánál a nyugdíjakat is figyelembe veszik, csak 28%-kal nőtt. A GKI szerint a családok többségének az inflációnál jobban duzzadtak a kiadásai az élelmiszerek átlag fölötti drágulása miatt. Ráadásul azt mondják, a dolgozók egy része nem vitt többet haza, hiába nőtt a bére. Például a pedagógusoktól elvették a kafetéria jelentős részét, akkor hiába emelkedett meg az alapbére, vagy mondjuk pont a pedagógusoknál egy másik probléma is volt, hogy a pótlékokat is elvették. Akkor nettóban az ő ténylegesen hazavitt pénze adott esetben nem biztos, hogy nagyon nőtt. A KSH legutolsó jelentése szerint tavaly novemberben már átlagosan több mint 400 ezer forintot keresett egy magyar dolgozó, majdnem 14%-kal többet, mint egy évvel korábban.